Jó reggelt kívánok, ez a csendes percek, és folytatom a Kettő királyok Háromban olvasható történetet, amelyben három király szövetkezett, nem kérdezték meg Istent, ennek következtében bajba kerültek, de volt egy jó üzenete ennek, hogy akik elrontottak dolgokat, mégis így is jöhetnek Istenhez, aki egy jóra fordító Isten megkérdezték az Istent Elizeuson keresztül, a prófétán keresztül, ebben a helyzetben, amikor elfogyott a vízük, és szinte a meghalás előtt álltak, és azt olvassuk Elizeussal kapcsolatosan, hogy ezt mondja, most hozzatok ide egy lantost, amikor a lantos zenélni kezdett, az úrkeze megérintette a prófétát. Elég nagy káosz volt ott, hiszen halálos veszedelemben szomjazott emberállat, és nagy volt a veszély. Elizeus érzékelte azt, hogy nem jó dolgot csinált ez a három király, érzékelte, hogy bajba vannak, de neki szüksége volt egy nagyobb isteni jelenlét megragadására ahhoz, hogy ebben a káoszban, zűrzavarban meghallja Isten szavát, és meghallja azt, hogy ebből az egészből Istenek van-e terve, hogy kijöjjenek, hogy van-e Istennek megoldása. És ezt Elizeus abban találta meg, hogy egy hivatott, aki elkezdett zenélni, és ez egy olyan szellemi légkört teremtett Elizeus körül, hogy egyszerűen átélte azt, hogy Isten, tud, Isten megérinti őt, és Isten szól hozzá, és Isten megoldást mond ebben a reménytelen helyzetben és Istennek vannak megoldásai, és Istennek van szava a reménytelen helyzetekben is, de van, amikor ehhez egy nagyobb isteni jelenlétre van szükség. Én hiszem azt, hogy sokszor az ember jön Istenhez, kérdezi Istent, megszólítja Istent, de egy nagyon fontos kérdés az, hogy... Hallja-e az ember az Istennek a szavát? Sőt, amikor olyan nehéz helyzetek vannak, hogy sok feszültség veszik körül az embert, a probléma is nagy, és emberileg megoldhatatlan, akkor egy nagyobb isteni jelenlétre lenne szükség ahhoz, hogy tényleg a, a, a csodát megélhesse az ember Istennel, és az isteni szó az, a szívéig tudjon eljutni és ez egy nagyon komoly kérdés, hogy tud-e az ember bejutni és e, ilyenkor egy nagyobb isteni jelenlétbe. A mindennapokban, amikor úgy csak úgy szólunk Isten, ez egy kicsit, aztán szaladunk tovább, e, jó, jó, ez is, de sokkal jobb és nagyobb isteni jelenlétet hoz létre, amikor elvonunk egy csendes komrába, becsücsülünk, valahogy megtaláljuk ennek az idejét is, módját, helyét is, és akkor egy nyugodtabb körülményben tud Isten megérint Tud szólni hozzánk. Ettől még inkább jó lehet az, hogy egy olyan isteni légkör jön létre, amikor lehet, hogy valamilyen dicsőítést hallgatunk. És ez egy olyan szellemi légkör teremt, amiben Isten sokkal inkább hallhatóvá válik, sokkal jobban megérinti az embert. Van, amikor ezt az isteni jelenlétet lehet fokozni azzal is, hogy, hogy az ember bőjtött kezd el, úgy Istentől elvéve, nem bölcstelen, egy bőjt bekezd bele, és egy imádságos, bőjtös légkör az még inkább fel tudja szabadítani az Isten jelenlétét, és fel tudja szabadítani az Istennek a szavát. Én nem tudom azt, kedves nézőm, hogy te neked milyen eszközökön keresztül sikerül Istennek egy nagyobb jelenlétébe bejutni. Lehet, hogy már vannak tapasztalataid, lehet, hogy még nincsenek, de ha még nincsenek, akkor. Próbáld megkeresni azokat a módokat, ahogyan... Te, téged tud megérinteni még jobban az Isten. Lehet, hogy ez alkalmanként változik, de keresd ennek a módját, keresd ennek a lehetőségét, hogy egy, egy nagyobb isteni jelenlétet tudj átélni, ahol szól az Isten, ahol megoldásokat ad az Isten, ahol kijelenti magát az Isten, ahol az Isten ereje tud kiáradni hatalommal és erővel. Keresd az Istennek ezt a jelenlétét, és hidd el, hogy te, te is ebbe be tudsz jutni, Isten téged is meg tud érinteni, és ezek által tud megoldásokat hozni a te életedre nézve is. És kívánom, hogy a mai napon is akár tudj egy nagyobb isteni jelenlétet megélni, mint ami a szokásos, hétköznapi isteni jelenlét. Kívánom, hogy ez sikerüljön. Isten áldjon meg ebben is téged.